Élelmiszerből nem lesz hiány Szerbiában. Cukorból, olajból és lisztből is van elég a polgároknak, nem kell pánikolniuk, hangsúlyozta Alekszandar Vučić a sajtótájékoztatón. Az idén a termés 70%-át saját szükségletekre raktározza el az ország. A villanyáram előállítását illetően tárgyalások folynak Kínával több mint 1 millió tonna szén megvásárlásáról. A legnagyobb problémák ezzel megoldódnának. Ami a gázellátást illeti, a Gazprommal kötött új szerződéssel a szükségletek 62%-a le lesz fedve. A többi 38%-hoz szükséges földgázt pedig a Magyarországtól bérelt tározókból biztosítják. Mi csemo u narednih dva meseca napuniti 147 miliona, dakle gotovo 150 miliona kubnih metara gasa u Mađarskoj. Za to vreme napunit ćemo ovde po ceni ruskog gasa koji je najjeftiniji za nas, dakle po ovome što imamo po u okviru ovih 62%, dakle napunit ćemo naš deo Banatskog dvora za 250 miliona, na 250 i preko, nešto preko 250 miliona kubnih metara gasa. Szeptember közepéig mintegy 400 millió köbméter földgáz, október közepén pedig már több mint 500 millió köbméter földgáz áll majd az ország rendelkezésére. Azaz ekkora mennyiség lesz tárolva, tette hozzá Vučić. Ami Szerbia uniós integrációját illeti, az elnök kiemelte, lehet mérgesnek lenni és szídni az Európai Uniót, de Szerbiának nagy szüksége van az unióra. Azt az embereknek is meg kell érteniük, hogy Szerbia gazdaságilag nagyban függ az uniós cégektől, amelyek az országban működnek. Újságírói kérdésre, hogy hogyan vélekedik arról, hogy Ukrajna és Moldova tagjelölt státuszt kapott, miközben Szerbia még egy új klasztert sem nyithatott meg, az elnök azt válaszolta, a döntéseket sok esetben a politika határozza meg, nem a felkészültség. Viktor Orbán, náš prijatelj, izneo podatke po kojima je pokazao da su Srbija i Crna Gora u ekonomskom smislu mnogo spremniji za Evropsku uniju nego mnoge zemlje koje su primane u Evropsku uniju 2004. i 2007. i tako dalje. Brojevima. Pa koga to briga? Politika je ta koja odlučuje. Az elnök kitért az ország gazdasági helyzetére is. Szerinte Szerbia jól teljesít. Fizetés és nyugdíj emelésre is lehet számítani. Emellett 15 ezer dinár értékű hazai üdülésre beváltható utalványokat osztanak ki azoknak a személyeknek, akiknek a havi bevétele 70 ezer dinár alatt van, illetve a nyugdíjasoknak, továbbá azoknak, akik valamilyen szociális juttatásra jogosultak. Az orosz-ukrán háború kapcsán Vučić úgy látja, hogy az oroszok lendületben vannak, és a helyzet egyre komplikáltabb. A szerb államfő abban reménykedik, hamarosan béke lesz. Ne bude li se, kada bude to oko Donbasa završeno, ne uspostavi li se tad mir, imat ćemo gori svetski rat nego što je bio drugi svetski rat. Evo to vam govori mali čovjek sa Balkana, pošto dobro znam i jedne i druge. I zato molim sve da kada se završi to oko Donbasa, da pristupe stvaranju primjerja mira kako gotovo da ne zovu. Inače, odo smo svi. Vučić elmondta, Szerbia készen áll szembenézni az előttünk álló kihívásokkal, és a komplikált helyzet ellenére az energiaellátás területén biztosan nem lesznek gondok.